Mi pedig meghallgathatjuk, hogy a 400 gát magyar hősei miként értékelték mai futásukat. Egy erős futam, egy erős kezdés, és úgy néz ki, hogy ez egy továbbjutást ér. Igen, örülök neki nagyon, amikor célba értem, még nem voltam benne biztos, csak gyanítottam, meg reméltem, hogy továbbjutok, mert ugye negyedik lettem a futamban. Az eleje tényleg jól ment, aztán a nyolcadik gátnál volt egy kis hibám, megbicsaklott a bokám. Kicsit elveszettem az egyensúlyomat, de szerencsére nem lett belőle nagyobb baj, be tudtam futni. Mennyi maradt akkor még ebben, hogyha már így tudunk tovább gondolkodni? Szerintem az egyéni csúcsomat egy picit meg fogom tudni dönteni, ami 50,33, és annak már mindenképp örülnék. És úgy néz ki, hogy azért a következő körbe kapsz egy plusz motivációt is magad mellé, ha nem is feltétlenül szó szerint, mert hogy a tesódnak is sikerült. Hát igen, és itt is van. Gyere, nyugodtan. Adunk még egy kis időt a szuszogásra, és addig Mátét kérdezem akkor, szóval, hogy akkor még van benne, és azért gondolom, hogy ez egy plusz erő, hogy mind a ketten ott vagytok. Ez mindenképp most a... Úgy néz ki. Pihenésbe is tudunk együtt pihenni egyet, aztán holnap meg egy jó kis kaja, bemelegítés, és adjad neki. Akkor jöhetsz, és adhatod neki, mert hogy bent van ő is. Mert igazából ez erről szól nektek a 400 gát, folyamatosan segítitek egymást, úgyhogy úgy néz ki, hogy ez most kifizetődő megint. Most én még nagyon örülök, hogy neked elmentünk. Máshogy futottál azért, mint a tesod, ugye egy erősebb kezdést kellett talán, hogy bevállaljon azért, mert hogy egy nagyon erős futamba volt, a tied felépítése más volt. Ez volt a taktika, ez volt a cél? Igen, én próbáltam nagyon-nagyon óvatosan menni végig. Éreztem, hogy ott vagyok első-második helyen, és szépen csak begurultam. Próbálom holnapra oda tenni a maradékot. 400 gáton szépen begurulni, azért az is egy kis feladat. Mi van még ebben, hogy érzed? Hát, most már bármi lehet. Most már nem fogok egy pillanatig se tartalékolni. Nem kellett most 50-en belüli idő, de megvan benned? Van ez az 50-en belüli idő? Nem, persze, mindenképpen. Ez, nem tudom, hogy kívülről, hogy nézett ki, de belülről nagyon-nagyon jó kis óvatos volt végig. Remélem, hogy ezt az adosságot sikerül átvinni egy kis sebességgel. Hát akkor legyen így, és gratulálok, jó lihegést együtt nektek!